Csácsom egy csörtésztó! Hát nem tudom el, komolyan mondom, gyerekek, nem tudom elkezdeni ezt a videót, de mégsem fogom ezt újraindítani. Figyeljetek, az a szituáció, hogy gondoltam, akkor csinálok egy olyan sorozatot, hogy SnarrRunner! Mert akkor, amikor volt ez a kihagyásom, tudjátok, nem az agyamba, hanem amikor kihagytam egy kis időt, hogy mennyi videót nem csináltam, előtte jelent meg egy játék, aminek a címe nem volt más, mint a SnarrRunner. És úgy gondoltam, hogy akkor erről kellene vigyázzanak egy videósorozat, mert igazából a képből nem sokat játszott bele, csak kettő darab. Órácskát szinte, aztán az meg nagyon kevés volt. Csapjuk bele a lecsóba, gyerekek, figyeljétek, elaludtak rapek, annyit beszélek. Na, teljesen az elejéről indulunk. Egy darab percet nem játszottam vele. Tényleg írjátok tippeket, trükköket, mi a tökömet, merre, hogyan kell csinálni, meg hogyha látjátok, hogy hülyeséget csinálok, akkor írjátok nagy képen, nem arra, nem jobbra, hanem balra, meg ilyesmi. Na. Hú. Azt mondja, hogy először is fel kellene térképeznünk a területét. Egyébként komolyan játszok, azt várom, hogy vágjátok, ugye látjátok, meg halljátok. Na, nyomjam meg a önbetűt, embetűt. Embetű azt mondja, hogy mindig a trackeli mutatja az éppen aktuális dolgot, hogy mit kell most csinálni. Például most meg kell keresni a Watchtower-t, a kilátótornyot. Oké. Yes. Egyébként Global Mapra hará kattint a keeper, akkor olyan dolog van, hogy nézzétek meg, itt vannak ugye, hogy milyen területeket lehet menni, és van itt ma egy ilyen is, hogy Kolepenszilvánia, vagy Felszilvánia, a tököd az, Peninsula, nem tudom micsoda, az nem mindegy. Azért van ez itt, mert DLC is most már van a játékhoz. Egyébként keményebb, természetesen törverzióval játszik a Keeper, be is vallja. Na, csapjuk bele a lecsóba, gyerekek! Most a kezdésnek ugye nincsen mások, mint egy... Mi ez? Mi a jármű ez? Na várjátok, ez egy Chevrolet pickup. Csapjuk bele a lecsóba és olvassuk mindent. Mindent folyamatosan fogunk okosba csinálni, hogy tényleg tanuljon a képerre meg játszani ezzel a játékkal. Mármint úgy értem, hogy ha valamit kér, akkor ezt el is fogjuk olvasni, nem csak átfutunk rajt. Na, nem írsz semmit, testvére, várjatok. Jó van akkor. Azt mondja, hogy hogyha lenyomod a bal shiftet, akkor tudsz váltani, látodjátok, ott tudsz váltani, váltok között, be tudod tenni elbe a mitű, ugye lassabban tud menni. Tehát akkor most már ilyen okosba tudjuk menni szépen a sáron át, ami kis pikapunkkal. Úgyni. Verjük neki, mert majdnem azt mondtam, hogy verjük bele. De beszélj ugye. Hát, hogyha még az se sikerülne, ez is a kevés lenne nekünk, akkor nyomjuk meg az E betűt. Oszd meg a csola, őszkerék, műkhajtás. Tehát minden egyik. Bekapcsoltuk a melső hajtást is, mert ugye amerikai pickupnak a hátulja hajt. This is first, default, aztán az eleje kapcsolódik haussza. Yeah, na, de még mindig a oldbe vagyunk, ezért én beteszem az automatics a sebességbe, mert 100 év múlva se fogunk felérni, de ez a dobtetőn. Ez egy csodálatos dobtető. Na, csapjuk neki, gyerekek. Adjál neki. Sanyi. Nyomjad, nyomjad. Csodálatos Chevrolet pickup-pál. Jól van, gyerekek. Na, ugye Michiganben vagyunk, leledzünk. Úgyhogy próbáljuk meg azt szerint közlekedni az út jobb oldalán, mert ugye nem Angliában vagyunk. És nem is például Ausztráliában. Egyébként nem szokott ez többet írni nekem, hogy egyébként merre menjél, mit csináljál, vagy micsoda? Amit nekem egy kicsit kevésen leveszeket, hogy várjátok, nézzük már még a mapot. Nyomok egy kéziféket, meg nézzük már még a mapot. Itt is volt egy Watchtower gyárékék. Ezt a Michigan pályát mindenképpen úgy gondolom, meg kellene csinálni. Tehát akkor elmegyünk. Mindenképpen folytatólagosan azt csináljuk, amit ő szerette. Ez a csodálatos tutoriált végig visszük. Hát, nem tudom miért így beszélek, de lehet, hogy idegesítő vagyok, akkor bocsánatot kívánok érte. Nyomjuk neki Sándor. Hajtsunk! Ez nem Sándor, hanem Samuel. Hát Amerikában vagyunk. Ott blokád van. Azt mondja, hogy különböző sáron és dörtön, és mindenféle
Vizen is art kell, kellünk a járművel. Jó van akkor. Azt mondja, hogy akkor ennyi. Itt nem kell semmit nyomni, hanem csak átkövetni a vizen. Ennyit tehetünk az ügy érdekébe. Gondolom, hogy fontoljuk meg a dolgokat, hogy nem a legmélyebb ponton kellene átemickélünk a kanálison, hanem mondjuk itt szépen okosba úgy Chevrolettel átmegyünk, kicsi Chevrolet pickupunkkal. Nagyon jellegzetes az amerikai pickupoknál, ja, azt mondja, hogy meg kellene tankolni, lehet-e tankolni, itt 347 bekerül a gyerekek drágaság, vagy mi 3? 347? Szóval mi van ez megadva? Dollárga? Sok lallom? Na, megtankoltuk, ingyen van. Úgyhogy nyugodtan vihetitek, mint az ukránoktól, érted? Átjársz. Hogy megindult valami Michael Jackson száma jövőben. Kerüljük a nagyobb tócsákat. Na, mit akart mondani kívül? Jellegzetes amerikai pickup jellegzetesség. Ugye, hogy egyenes oldalfalai legyenek a platódak. Emiatt a kerékjárati ívek vannak így megcsinálva, látjátok, domborítva, és ezért van az, hogy a plató viszont szép, egyenes, könnyen pakolható, nincsenek beugrások. Watchtower azt mondja, ikor-e, detect object zone, nearby, jól van, örülök neked, hogyha nearby. Ide be... Jaj, de hangos muzsika szól, sikerült, minden nagyon jó, és akkor ilyenkor történnek a dolgok. Na, full station, dikaz. Jól van, nagyon jó. Ugye, amiket felfedeztük, azok ilyen izék dologgal meg vannak jelölve, nagyon csodálatos. Ugye, ott is van olyan dolog, jaj, de jó. Ott meg még egy flatbed, semi trailer, meg akár micsodák nincsenek. De tényleg figyeljünk, egy kis GMC. Jó, azok vagyunk mi, nagyon jó. Ott van egy Forest talap, na várja. Ja, azt meg lehet ízelni, tudom, azt tudom, hogy kell. Lumber fűrész telep van, és van egy sideboard trailer. Nagyon jó. Ha Michiganban vagyunk, akkor már így beszéljünk, hogy nagyon jó volt az. Na, az a lényeg, hogy tovább kell mennünk, igazából mutatja ugye mindig, amit beszéltük, hogy objektívet, hogy miért azt mutassa, nem azt akarom, gyerekek. Truck. Ja, truck. Jó, így mutatja, oda kell mennünk-e. Itt vagyunk-e? Chevrolettel is. Truckot kell keresni elvileg. Az a task. Na, csapjuk ki a bokrokat, megyünk mind a bolondok. Talán jó lesz ez nekünk. Jaj, tetszik ez a játék, gyerek. Nem mondtam még, lehet, hogy mondtam. Hosszabbodnak az árnyékok, gyűn az éjszaka. Tököl a képen, várj, én mindig szoktam azt szokosba csinálni, hogy inkább kerülöm a sarat, ami most nem sikerült összejönnie. Várjatok, itt nem lehet-e lövidíteni, lövidíteni nem lehet-e. Ahogy ne lehetne, minden, hogy lehetne. De a nagy fűj nekem nem tetszik, kizsibbasztja a szememet. Apa, okosba, mert ugye dimig elődik a jármű. A dimig elődik. Apa, gyerekek, hát mekkora izé volt az. Hupaj. Kiviszem a postaládát, dikaz. Na, mondtam én, úgy. Igen, jármű, másik fajta. Találtam egy highway truckot, ami azt jelenti, hogy országúti térautó. Ez igen, ez igazából, ugye ez a truck, ez útra volt tervezve. Nem, nincsenek benne off-road optionok. Ne nagyon próbáljunk, nem kéne mocsárba belehajtani, meg a nagyon mély sárba, azt mondja. Különböző járműveket tudsz találni a helyszínen. Hát át kellene ugye ülni, ezt ugye, hogy V, és akkor a Select Truckot, Change Truckot válasszam, és akkor GMC-be pattanjunk már bele. Na, most milyen komi van? Milyen? Nem sikerült ez? Ja, még csak most vettem, most az idő. Na. Oké. Azt mondja, hogy... ez a legjobb truck... for the job, mármint a munkához, de ugye... mi meg fogjuk csinálni.
something for you, repairs. Meg kellene javítanunk a bridge-et, a hidat, és ahhoz kellene ugye különböző dolgok, és menjünk rá a mapra, és akkor ott tudunk kitalálódni, hogy mik kellene a gyerekek, várjátok. Ja, itt van-e, Steel River Township. És akkor ezt kell csinálni, igen. Oké. Okay. És azt írja, hogy ugye metalt kell, tudjátok, ja, mint a Metallica, vagy pedig a AC/DC, metalt kell vinni oda. És utána meg World Plankot. Nagyon jó, ide kell vinni gyerekek, ott kell felvenni, írja. Ez mi az az izé? Ez mi mozog az leveles csipke bokorba. Na, hát jól van, akkor csináljuk gyerekek. Aktivált-e? Na, és igen, és ilyenkor most már nagyon mutatja. Ott van, hogy izé... Aha. Hol tudjuk fölvenni? Aha, meg hol van flatbed? Bazza gyerekek, hová... Állj! És különböző jelek tűntek fel. Egy a faluba, vagy kisvárosba. Fel tudod venni a mi szükséges szállítmányt. És úgy mondom, hogy hova kell szállítani, jól van gyerekek. Hát akkor oda kell menni, várjátok, meg lehet jelölni, ugye bim bam, hova kell menni. Kicsit lehet zoomolni is egyébként. Úgy, ennél pontosabban már nem tudom meg. És ott van egy ilyen flatbed is, amivel még tudom is szállítani, ugye? Jó van gyerekek, hát akkor küldjük neki. Hát ki kéne lépni innen, vagy nem tudom. Oké? Okay? Uh-huh. Meg kell javítani, hírát haszodja, jól van akkor. Na menjünk gyerekek, csapjuk nekik. Minden hangos ez a jármű, dika az. Szép GMC gyerekek. General Motor Company, basszám. Ja, imádom egyébként. A GMC-ről mindig a szupercsoportnak. Szupercsoport. Szupercsoport? Szupercsoport? Nak a izéje, az A-teamnek a izéje, a GMC-je. Az ugrik be nekem. Gyerekek, küldjük neki egy kis belső nézetbe is. Egyébként gyönyörű a belső nézet ebben a játékban, csoda. Gyerekek, minden apró részlet. Ki van dolgozva, komolyan mondom. Én elhiszem, hogy így néz ki ez a jármű. Na. Küldjük neki, ugye ennél a járműnél se őszkerék meghajtás, se semmit nem tudunk kapcsolni, mert ez ugye egy írta is, hogy nincsenek neki off-road funkciói. Úgyhogy akkor megyünk, most először fölvegyünk ugye a townba. Mert szükségünk van nekünk először is steelre. Nem tudom, hogy ezzel tudom-e vinni a steelt. De ugye volt ott egy flatbed trailer, ami a fat az ugye lapos, tehát a lapos felépítmény. Olyan járművel a tudjuk az vinni, de jól néz ki, hogy ezek a csillogások, meg ez a sár. Ó, nagyon, nagyon kajakul néz ki, imádom egyébként. Na okosba, átmegyünk itt. Mondjuk lauba tudom kapcsolni, mert így. Ugye akkor ugye nyomaték van. Okosba, jaj, nagyon szép. Egyébként bírtam ezeket a régi amerikai truckokat, hogy ilyen viszonylag pici kabinnal vannak megáldva. És ahhoz képest bődületesen hatalmas motorháztető meg motor térrel. Mivel ugye azért ezekben benn vannak. Benn vannak ott rendesen, de ugye régen annyira nem foglalkoztak azzal, hogy összkomfortos legyen. Nem az ergonómiára és az komfortra helyezték a hangsúlyt. Gyerekek, lóba kell menni, ebben nagyon jó. Egyébként ezzel a játékkal szerintem marhára nem szabad kapkodni, hanem ez az a játék, ahol szépen komótosan, okosba, nem kapkodva csinálod végig a küldetéseket. Ott van a bridge, amiket meg kell javítani, gyerekek. Nagyon jó. Ugye hátsó kerekes csak, úgyhogy óvatosba kell vele közlekedni. Nagyon epikus. Egyébként hatalmas térképek vannak ebben a játékban már. Nem úgy, mint... Meg ugye itt már minden egymásra építkezik, nem úgy, mint például Spintires-be, vagy pedig Mudrunner-be, mert ott ugye az volt, bementi a térképre, megcsináltad, kész. Itt az van, hogy ugye abból gazdálkodsz, amit van, ez a jármű, ez az enyém, hogy később találunk esetleg, azt hiszem lehet menni is járműveket, de az a lényeg, hogy ebből gazdálkodunk, ezt a járművet fogjuk használni később is. Ez talán a legnagyobb újítás, hogy a térképek között úgy tudunk menni, hogy olyan, mintha mi utaznak, mintha mi nekünk lenne egy campaning, egy vállalatunk, amivel mi
bejárjuk a világot és dolgozunk. És ugye ezekkel az autók, ahogy mi fejlesztjük őket, amiket megveszünk rá, ahogy kialakítjuk ezt a gépjármű parkunkat, azzal kell később is munkálkodnunk, egész más mapokon is, akár Oroszországban is. Nem azért, mert nem, már ez hol jár, mikor játszolik ez a 90-es években? Vagy napjainkban? Nagyon gyanúsak ezek a régi jármű, meg town, arra kell venni ugye. Mondj gyerekek, mennyit eszünk? Hát ez ennyit eszik, 6 litert, vagy gallont, litert, literben van megadva. Jó, oké, most egy országúti automatát kapcsolok neki, mert mélyene. Úgy. Én szerintem egy csodás belső nézetben, mert milyen, abban az is jó lehet nekünk. Kíváncsi legyenék, hogy egyébként a műszerek azok teljesen jól működnek-e. Hát a sebességmérő az látom jól működik, a fordulatszámmérő jól működik. A levegő az nagyon nulla. A fújel az szerintem jól működik. A hőfok is, a hőfokatem. Ja, ízében van megadva Kelvinben, mondom, már 180 fokos a vízünk, gyerekek, csak kifüstölődünk. Jó van, srácok. Egyébként így belső életben adja azt a feelinget szerintem, ami tényleg. Jó, hát üzemanyagra most nincs szükség, mehetünk tovább. Így belső részletben adja azt az igazi feelinget, azt a kamionos vagy terrautós feelinget. Meg ezek a hangok, ahogy hörög a verd a gyerekek, remélem nem nyomják kipper hangját, mert akkor szomorú leszek itt egy hotel gyerekek, vagy nem tudom micsoda. Jó van. Ugye a DLC-knek köszönhetően új járművek is kerültek bele, nem csak a normál járművek vannak benne. Na várjatok, külső részletbe is vegyük egy kicsit. Igen, a távol egy kicsit kihalt, ugye? Jaj. Amikor átmegyünk valami alatt, akkor kicsit furcsa dolgok történnek azért. Na várjatok, megnézzük, hogy az AC-t azt meg tudja oldani ezzel a járművel. Vagy kell nekünk valami trailer. Ugye a személytrailert nem tudunk húzni, arra figyelnünk kell, hanem csak esetleg másik jellegűt. Nem tudom, hogy kell be fölpakolni. Játszottam ezzel ugye, de nagyon keveset. Na, megpróbáljuk, oké. Na várja, trailers! Különböző trailereket tudunk felakasztani, amiket találunk. Tényleg, funkció menübe tudjuk elérni. Jó van, oké gyerekek. Ide betolunk, megnézem egyáltalán. Várjál, azon mi van? Azon van valami, úgyhogy ezt nem akarom. De nagyon írogatja egyébként, hogy kapjuk föl. Hoppa. Kukát együltük egy kicsit. De szerintem az a vas az föl vagy erre is, te vagy de. Ennyi. Ott a vas, állja le. Készítéket húzok. Szerintem mit lehet itt? Itt csak vasat lehet, ugye? Ez mi? Manual loading. Manual loading is van, az hogy a... Ja, manual loading az lehet esetleg, hogyha olyan krédünk van, ugye darunk, vagy bármicsoda, akkor onnan ugye föl lehet rakni. Jó, nem kell manual loadingolni. Na, úgy loadulunk. Megvan a vas, ugye? Metal beans, mondom, ezt kellett hozni. Várjál. Hát, jó lenne megnézni. Metal beams. Gondolom, nem tudom mi az, gerendák vagy akármicsoda. Jó, menjünk. Esik az eső közben. Ó, az gyerekek, megugrott mind a hortilova. Ezt a trélert nem visszük magunkra, mert nem hiszem, hogy szükség van rá. Viszont lehet, hogy később esetleg máshova kell pont ilyen cucc, akkor azt fel tudjuk verni. Vagy esetleg egyébként, ha izével jöttem volna el, ugye, a Chevy-vel, akkor is el tudtam volna, azt hiszem Chevy után beakasztottuk volna azt a trélert. Igaz, hogy nyegben elősen, de el tudtam volna húzni. Jó van, gyerekek. Teljesen szuper minden. Zúg az eső, mint a szar. Ugye már mutatja is, hogy hova kell vinni. Nem tudom, ablaktörlő van-e, de nem nagyon van szükség rá, úgy látom, mert... Egyébként maga a környezeti effektek basz... Majdnem azt mondtam, nagyon csúnyát mondtam. Nagyon jók. Ugye ez a volumetrikus köd, meg a különböző fények, ezek nagyon dobnak a játékot. Meg hát ezek a tükröződések, ugye az aszfalton, meg erre-arra, ezek úgy kellemesek.
Egyébként egy folyamatosan kirakott órát azt így elviseltem volna még a játékban, de jó volt. Nem, kukacos korunk, mert azt hiszem menübe tudom megnézni, csak a... Vagy mapon, talán mapon tudom megnézni, ugye, hogy mennyi idő van. Vagy így se, hogy mi a szar, hol van, mennyi idő van. Nincs egy esetleg egy óra? Deszisz óra nincs, nem látok, basszus. Na jó van. Volt a Rowell Road. Domok neki egy... ellet. Mivel kapcsol... Várj. Light. Ja. Lehet lámpát kapcsolni, ugyanúgy bele lehet pörgetni az időbe, mint Spinhurst-be. Szépen lemostuk a kerekeket. Hogyha rá... De tök jó, ránézel, látod úgyis az üzemanyagot. Tök jó. Nagyon ott az automata. Hát teljesen jó a gyerekek. És ugye... Megvan a, úgy látom, megvan, hogy mit kell először vinni, ugye metalt kell. AC-DC tudjátok, Thunder Shock. Micsoda vicces a kép. Micsoda vicces. Hűha. Meglepő volt és mulatságos, majdnem kivittem az izét. Kaurlátot. Így előre is bejárhatok, gondolom. Tök mindegy. Nem kell itt tolatgatni. Nem a izé Juratrákban vagyunk. Oké, C. Várjál! Mikor lepakolod a kárgót, talán... Különböző lepakolási opciók vannak. Aha. Különböző... Ó, izék, küldetések is lehetnek, amihez kell. Jó, oké. Akkor az a lényeg, hogy akkor ezt így... Unload. Ez miért írja ki itt nekem? Eddig írta? Tak. Oké. Megvan a izé. Fémszerkezet ugye akkor kell most nekem. Tudjátok mi? Hát ahogy járnak, na. Fa. És ilyenkor mutatja, hogy hol tudom fölvenni? Aha. Mutatja, hogy hol tudom fölvenni. Ott meg ott. Aha, jó. Hát akkor váressük neki, gyerekek. Utána meg szerintem, hogyha ezt megcsináltuk. Valamint eljutunk addig, hogy a gyakorlatilag a tutoriál le, hogy várjatok, ne alszok egyet, akkor mi a szituáció? Várjatok. Nem tudom leállítani a motort. Mit tudom én, nem, na mindegy. Alszok egyet. Hogy lehet, skip time. Aha, tök jó, 6 órákat ugrik, jó, morning van. Ó, és nem is tölt, tök jó. Jó, voltak az árnyékaim. Nincs árnyék a járműnek. Egeskibe van állítva, te. Érdekes. Majd később meglátjuk. Vagy nagyon úgy áll a nap mégis, akkor így furán működik. Na figyeljetek, Szitu, nem tetszik ez a nap, vagy az a reggel, gyerekek. Nem? Skip time. Na, így már mindjárt jobban érzem magam. Meg megjött az árnyékunk is, látjátok? Oké. Na gyerekek, akkor az a lényeg, hogy igazából skip time-onok nem történik semmi rossz, ugye? Nem halt. Én döntöm el, hogy mikor akarok, hogy akarok. Jó, menjünk. Utána, miután ezt a hidet felszabadítottuk, és tényleg eltűnik ez a szájbarágos tutoriál szag, amit még körülleng minket, akkor szerintem csinálunk, elengedi a játék a kezünket, szerintem csinálunk egy olyat, hogy akkor a pick-up-pal csinálunk egy ilyen pálya felszabadítós dolgot, mert jobb lenne, hogyha megismernénk a pályát, akkor nem az lenne, hogy... Jaj, legyél már baze. Szényi még mentett egyet a játék. Zasszav, itt jobbra le kell mennem. Jó, hát tankolnom nem kell. Á, gyerekek, itt jó sáros lesz az út, mi? Aha. Ki tudok hajolni? Nem. Tudok kihajolni, és be is álltunk. Hoppa!
Ajaj! Az igen, gyerekek! Itt koszosodnak a dolgok kicsit. Ó, bazzeg. Jó, van, itt még átmegy, ez még hat... De ez, ezzel tényleg nagy sárba nem kell belemenni, gyerekek? Igaz, baj lesz. Hát ezzel nem nagyon kisároznom, na. Mert úgy bösz már jól néz ki az olyat. Ajaj. Ja, itt a Watchtower fele jöttem. Watchtower! Watchtower! Keeper azt tud bezéri. Angolul azt nagyon tudok, hey! Tick! Watchtower! Majd, de kun lehet itt levenni? Itt nem, az biztos. Nem kéne összetörni a Verdát, mert ugye... Mi az a Launch Observation? Ja, ilyen izét lehet csinálni, gyerekek, tiszta izé, mi ez, tudjátok mi? Tiszta Assassin's Creed. Nagyon jó, nagyon jó. Jó, menjünk. Na, tedd neki. Tedd neki, adjad neki. Igaz, tetszik. Hú, az eljátszogatok én szívesen. Komolyan, ez most bejön ez a játék. Hú, figyelj de! Azt a betyár, gyerekek! Ezek az effektek, ezek marha jól néznek ki. Mert én kb. Mindig ugratni fogom az időt a izéig. Nappalig. Nappalig? Ki az a nappali? Nagy pál! A nappali, tudjátok, nem becézve az a nagy pál. Nappali. Living room. GMC, és még nem sérültünk semmivel, gyerekek. Az igen, az jó, de jól néz ki te. Na, mi a bánat? Két helyen lehet fölvenni a fát? Hogyan? Hogyan van ez, gyerekek? Hogyan adja? Hogy lehet ez? Aha. Megnézzük, hogy mi a szitu. Miért? Mert lehet, hogy ugye rakodási lehetőség is van, vagy hogy működik? Nem tudom. Nem tudom, úgyhogy... Nézzük. Na, azt mondja, hogy... Ja, bár föl van pakolva már ott egy kis kocsira, de az hadról, ottra hagyjam meg, gyerekek. Na, C, cargo. Autólod, autólod, kettő kellett, ugye? Kettő, kettő nálam van. Mértek vissza, adjál neki. Sándor, ki tudunk itt menni? Jobbra. Ki hát? Ja, mert ott volt egy izén. De hát az, figyelj, az csak akkor jó, ugye? Akkor jó az ilyen tréner, szerintem. Most ja, tényleg írjatok ötleteket meg minden, de akkor jó, hogyha mondjuk olyan járművel vagyok, amivel nem tudnám ez vinni, nem? És hogy tudom vinni, akkor minek? Minek? Ez sokkal könnyebb, mint ha rángatom magam után. Ugye mindig nagyobb a tapadás, hogyha van súly. Jó, gyerekek, megindult ez felfelé, mint az őrület, hallod? Csók, mami, milyen helyzet van? Mindig bírtam az ilyen izéket, ilyen alaszkai favágók, meg ilyenekben voltak, amikor kamionokkal mentek, hogy jégen, meg mindenhol. Király volt, na. Végre át lehet élni ezt. Át lehet élni ezt a helyzetet. Erről beszél... Az előbb még arról beszéltem, hogy jó itt ebben a játékban, inkább a lassabban közlekedik az ember. Megfontoltan erre, meg nyílgázon. Éppen ötödikbe gangolunk. Föl a hegynek, mint a bolondok, vaze. Mint a bolondok. Jaj, jaj. Nyílen érted, amit bír. Mint a bolondok megy föl a hegyre. A hülye gyerek. Ötödikben. Mert úgy kell nekünk. Jó, gyerekek, ez a nyíl, ennyit bír a verve, nem tudom, mert... Ja, be, most már végre lehet fogalmunk a sebességekről, mert ugye... Van belső nézetünk, tudjuk, hogy most megyünk. Mérföldbe van megadva. 15 mérfölddel keményen, azt... Sebességérzet az olyan, mint hogyha nem is tudom mennyibe menni. Na jó van, gyerekek. Egyébként ezért nem kapunk egy fitting pénzt se. Sajnos. Na. Cargo manager és unload. Nagyon csodálatosak vagyunk, nem lépem át ezt a skinét. Megtörtént. Hát az aszfaltot nem mi hoztuk, de kaptunk ért a gyerekek. A rewardot. Csodálatos, tök jó. F4-en meg tudjuk nézni a mi drive profilunkat, driver profilunkat.
Aha, itt van. Ja, és ezért szintet tudsz lépni, bassz. Hány Watchtower? Mission, hány izé? Hány járműben van? Négy, hülye vagy? Na. Multiplayerben nincs semmi informations. Contact. Jó, várja. Feladatok. Trucks. Mi ez? DLC. Jó, storage. Storage. Ezek van az a jármű? Na, majd mindjárt átnézzük itt a dolgokat. Hát ilyenkor kéne mindent elolvasnom, nem később. Na. Oké. Oké, és mit kell csinálnunk? Álljál. Álljál meg. Opa. M. Ugye? Igen, a... meg kell találnunk a garást. Egyébként nem ezzel a járművekére közlekednem, hanem ugye, hol van nekünk még járművünk? Itt van ez. Ugye ezzel sokkal értelmesebb lenne járkerálni, mert ezzel ugye ezt direkt arra fejlesztették, az ilyen scout, ilyen felderítő jármű. És ha már felderítésre beszélünk, akkor itt már kéne egyből csinálnunk olyat, hogy emelni ide, és itt fönt a Watchtower felfedezni, meg itt ezt a Watchtower, és ugye összeszedni az upgrade-eket, mert az ugye a jármű módosítók. Gyerekek, szerintem elvágom itt ezt a videót, és akkor inkább több rész lesz, de sűrűbben, mint hogy ilyen nagyon hosszú részek legyenek. Oké, süllyedünk a sárba, gyerekek! Oh my god! Egyébként tényleg. Na, jók legyetek, sziasztok, csáááá!